Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy szerintem még volt a top 5 legdurvább halál a Trónok harcában. Tisztázásképpen a legdurvább halált úgy kell érteni, hogy a legdurvábban kinéző, illetve kegyetlen halál. Illetve mindenképp meg kell említenem azt, hogy nagyon durván spoileres a videó, szóval ha nem nézted meg legalább az első 6 évadot, akkor ezt a videót nem ajánlom, hogy megnézd. Miután befejeződik a Trónok harca, csinálni fogok egy top 10-es videót, ahol már az összes évadból kigyűjtöm majd a halálokat, mert azért akad még bőven durva halál, és valószínűleg még lesz is, de most ne is húzzuk tovább a szót, kezdjük el! 5. Ramsay Bolton. Ramsay egy tipikus köcsög volt, akit mindenki utált, és a halála senkit sem rázott meg, hála Ivan Reon nagyszerű alakításának. Ramsay a fattyak csatájában küzdött meg Havas Johnnal, és hiába nem volt akkora harcos, a stratégiája zseniális volt. Már a győzelem szélén állt, de nem számított arra, hogy egy harmadik fél is csatlakozni fog, ráadásul a harmadik fél John támogatta, aki nem volt más, mint Ramsay felesége, Sansa. Sansa is utálta Ramsayt és a halálát kívánta, John pedig végül egy az egy elleni küzdelemben aratott győzelmet, és a Boltonoknak hivatalosan is leáldozott. Azonban Sansa nem elégedett meg Ramsay szétvert képével, így ellene fordította az egyik legjobban kedvelt játékszereit, a kutyáit. Ramsay nem is olyan régen, még megfélemlítésképpen azt mondta, hogy a kutyáink már nagyon régóta ettek, és ez pont ellene fordult. Bár reménykedett, hogy hűségesek lesznek a gazdájukhoz, nem így lett. 4. Viserys Targaryen. Viserys volt a jogos uralkodója a Vastrónnak, a célja elérése érdekében pedig képes volt még a saját húgát is eladni egy Dothraki van embernek. Igaz, hogy ő volt a jogos uralkodó, de egy igazi pöcs volt. Nagyképű, a gyengébbekkel durván bánt, az erősebbek előtt pedig megfutamodott. Nem volt királynak való, de a hatalom vágya volt az, ami végül a vesztét okozta. Daenerys beleszeret Drogóba, és már várandós is. Viserys eleve nem nagyon kedvelték a dothrakiak, de az, hogy megfenyegette Daenerys-t és a babát, betette a kaput Drogonál is. Lefogadta Viserys-t, és egy üsnyű olvasztott aranyat öntött a fejére, de hogy Drogos szavaival éljek, koronát adott a királynak. A crown for king. Harmadik, Joffrey Baratheon. Akármennyire is volt Ramsay egy beteg állat, Joffrey még ő se volt képes túltenni. Az apja látszólag se törődött eleget vele, és egy elkényeztetett hisztigép lett belőle, aki élvezi mások szenvedését, ezzel is mutatva, hogy mennyire jelentéktelenek neki a nála alacsonyabb rendű emberek. Gusztustalan módszerekkel játszott, nem törődve a következményekkel, de nem is nagyon kéne ragoznom tovább, hogy milyen ember is volt ő. Nagyon gyerekes volt, amit Margaery még egy kicsit ki is tudott használni, de ő se tudott rá igazán hatni. Szerintem egy csepet sem sajnálta senki sem, de a halála látványa azért mégis túl durva volt. Ez is bizonyítja, hogy nem mindegy milyen mérget használnak az áldozaton. Második, Oberyn Martell. Szexuális vonzódása és nem törődöm természete miatt az emberek nem igazán kedvelték, de szerintem egy igazán jó karakter volt. Bosszú vágyát a hegy után nem tudta csillapítani, így amikor Tyrion párba jártali ítéletet kért, és mint kiderült, az ellenfél nem lesz más, mint maga a hegy, kapott is az alkalmon, és félelem nélkül képes volt kiállni ellene, pedig az ellenfele 8 láb magas volt. Viszont meglepő módon Oberyn hihetetlenül jól harcolt, de tényleg. Tudta, hogy egy rossz mozdulat és neki simán végi lehet, de könnyedén tudta hárítani a támadásokat, és elképesztő mozdulataival sikeresen földre terítette a hegyet. Egyértelműen jobb harcos volt, de túl nagy volt az arca. Jó bizonyos szinten meg lehet érteni, mivel ő is jobban el tudta volna fogadni a múltat, ha maga a gyilkos ismeri be a bűnét, de nem ért ennyit. A rossz mozdulat bekövetkezett, és a hegy szétroppantotta a fejét, mint egy görög vinnyét, és a végeredmény is ahhoz hasonlította leginkább. Elia Martell. I killed her children. Then I raped her. Then I smashed her head in like this. Első, Meryn Trant. Sok mindent nem lehetett róla tudni. Nem volt valami nagy karakter, de a halála felkavaró volt.
A királyi testőrség lovagja volt, Eddard Stark elfogását követően küldték Arya Stark után, de Sirio önfeláldozásának köszönhetően Arya meg tudott szökni. Meryn Trant ezután nem sokat szerepelt, viszont Arya lett a végzetje is egyben. Braavosba vett Mace Tyrell szolgálatában, aki királyvár követeként mentora, hogy tárgyaljon a vasbankkal, de Arya is ott volt, miközben tanulta a senkivé válást. Meryn és társai nem mehettek el úgy Braavosból, hogy nem próbálták ki a híres braavosi bordélyházakat. Mint kiderült, Meryn Trant nem csak kegyetlen, de szexuálisan mozdult a kislányokhoz, és mint kiderült, még Verdi is szerette őket. Fúj. Szerencsére Arya listáján ő is szerepelt, így kapott is az alkalmon, hogy találkozom vele. Arya az edzésre közepette már elég sokat fejlődött, így az álcájával és megtörhetetlennek látszó testével sikerült meggyőznie Merynt, hogy őt válassza, azonban ez a választás végzetes volt számára, és szerintem az egyik legdurvább halál volt. A szenvedő véreztatta ember felkavaró érzést nyújtott, de Westeros nélküle, még ha csak egy kicsit is, de jobb hely lett. Arya Stark. Do you know who you are? You're no one. You're nothing. Ez lett volna az én kis összeállításom, és mint mondtam, a sorozat befejeztével, ami még hála az égnek messze van, az egész sorozatból számítva állítok majd össze egy top 10-es listát, valamint hiába lesz vége ennek a zseniális sorozatnak, a trónokharcás némájú videókkal még azután is jönni fogok. Szerintetek még volt a legdurvább halál eddig a trónokharcában? Lent a komment szekcióban várom a ti listátokat. Sziasztok!